Hello mindenkinek, és üdv újra a csatornán! Mizu, mizu! Nos, a mai videóban... a múltkor ugye csináltam egy olyan videót, csináltam egy videót a transzneműségről, és előtte ugye Instastoryban mondtam nektek, hogy írjatok kérdéseket ezzel kapcsolatban, és arra a döntésre jutottam, hogy csinálok nektek egy olyan videót, hogy a a kérdéseitekből kiválogatom azokat, amik nem tetszettek, és csinálok egy olyan videót, hogy 10 dolog, amit ne kérdezz egy transzneműtől. Nyilván azért, mert sértő, illedelmetlenség? Vagy nem illedelmes? Mindegy. Szóval ezeket ne kérdezz egy transzneműtől, mert lehet, hogy neki rosszul esik. Szóval össze is gyűjtöttem a kérdéseket, és most fel fogom őket szépen sorolni. Az első kérdés, amit én ide sorolnék, az az, hogy mikor jöttél rá, miért döntöttél így, hogy te transznemű leszel, ugye már. Ez a kérdés nyilvánvalóan nem mindig sértés, de ezt szerintem nem mindenki szereti, hogyha ez változik neki. Egyrészt azért, mert erre a dologra nem jössz rá, és nem is döntöd el. Hanem ugye ez kialakul, vagy már eleve így születsz, szerintem. A következő kérdés az, amit én is nagyon sokszor megkapok, és nagyon utálom ezt a kérdést. Melyik WC-be mész be? Egy transznemű nő a női WC-t használja. Egy transznemű férfi a férfi mosdót használja. Ennyi. Mivel az egyik nő, a másik férfi, egy nő nem fog bemenni a férfi mosdóba. Köszönöm szépen. A harmadik kérdés, amit én is már gyakran megkaptam, és ez nagyon rossz kérdés, az, hogy neked milyen nemi szerved van. Kezdjük azzal, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy valakinek mi van a lába között. Soha senki nem kérdez egymástól ilyet, akkor egy transzneműtől miért kérdeznéd meg? Semmi köze hozzá. A következő kérdés, ami nem hiszem, hogy sértő, de engem mondjuk frusztrálna, hogyha feltennék, hogy miért nem érzed jól magad a bőrödben. Ezt a kérdést inkább úgy válaszolnám meg, hogy visszakérdezek. Szerinted miért nem érzem jól magam a testemben? Szerinted miért? Azért, mert a lelkem különbözik a testemtől. A lelkem nő, a testem férfi, ütik egymást. Ennyike. Ja, amúgy, igen, itt hiányzik kettő körmöm, mert tudjátok, hogy én mindig nagyon vigyázok a körmeimre. És amúgy gondolkoztam rá, hogy mivel ez ilyen egy kis holografikus felső, felhúzom hozzá ez is parókát, de valamiért nem szeretitek a parókákat, hanem mindig azt mondjátok, hogy inkább a saját hajamat hordjam, de nem tudom, hogy meg jobban szeretem, hogyha hosszú, de most meg nyár van, nem akarok póthaját meg érteni, nem mindegy. Vissza a témához. A következő kérdés szintén nagyon bántó tud lenni. Hogyan szeretkezel? Semmi között hozzá, hogy hogyan szeretkezek, de amúgy ugyanúgy, mint minden más átlagos ember, aki már szeretkezik. A következő kérdés az, hogy hogyan néztél ki fiúként? Vagy ugye hogyan néztél ki, amikor még úgy néztél ki, ahogy a tested... Na, értitek. Szóval, hogyan néztem ki fiúként? Semmi között hozzá. Ha akarom, akkor megmutatom, ha nem akarom, akkor nem mutatom. Valakinek ez nagyon rossz érzés, valakit nagyon szíven üt ez a kérdés, valakit nem. Engem például nem érint meg annyira, de nyilván, hogyha valaki felkérdezne így nyilvánosan, vagy ilyesmi, akkor nem válaszolnám meg, nem mutatnám meg. De én ugye megmutattam már sztoriba is, hogy néztem ki annó, nem vagyok rá se büszke, és nem is szégyellem, de úgy érzem, hogy ez egy transznemű nőtől, vagy éppen egy transznemű férfitől nem illik megkérdezni, úgyhogy ezeket légy hanyagoljuk. Hetes kérdés. Az irataidban nőként szerepelsz? Már megint csak egy olyan kérdés, hogy valaki megválaszolja, valaki nem. Ahhoz, hogy valaki
valakiről megállapítsák azt, hogy transzexuális és megkapja a szakvéleményeket, az 1. pénzbe kerül, 2. sok bajjal jár, 3. egy csomó telefont el kell intézni vele. Mindegy, nagyon-nagyon sok dolgot meg kell tenni azért, hogy te ezt megkapd, és valakinek ez gyorsan sikerül, valakinek ez nem. Hozzátenném, hogy 18 éves kort be kell tölteni hozzá, és aki mondjuk 16 évesen transzexuális már évek óta, és megkérdezett tőle, hogy az ireteidben is nő vagy, akkor az nagyon sértő tud lenni, mert neki még ki kell várni azt is, hogy 18 legyen, és csak utána hívhatja fel az orvosokat, akiknek időpontot kell adniuk, akiknek meg kell csinálniuk a szakvéleményt, akiket ki kell fizetni. Sok bajjal jár, nem szabad. Léci. 8-as. Mi a valódi neved? Ezt sem szabad megkérdezni igazából egy transzneműtől, mert lehet, hogy még szintúgy nem töltötte be a 18-at, nem kapta meg hozzá a szükséges adatokat, iratokat, lehet, hogy nincsen rá pénze, ilyesmi. Szóval ezt akkor kérdezzétek meg valakitől, aki már... Nem, ezt ne kérdezzétek meg igazából. Az a valódi neve, amit ő mond neked, amit ő használ. A 9-es kérdés az, hogy nem félsz kimenni az utcára emiatt? Ez megint csak emberfüggő. Valaki kimer menni az utcára, valaki nem. Régebben én egyáltalán nem foglalkoztam vele, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Járkáltam, szaladgáltam, bulisztam, ide-oda mentem, sminkás, smink nélkül, és volt, hogy csak 6 szál póthajam volt, mert 6 szál afró, és ugye oldalt rövid volt, nem tudták megcsinálni a hajamat, csak fölül volt póthaj, oldalt nem. És én akkor is kimentem az utcára, akkor is bulisztam, és akkor is jól éreztem magam, de most már nem. Mert most már eljutottam olyan szintre, hogy már nagyon zavar engem is a külsőm, ugye a férfiasabb része. És félek az embereknek a véleményétől, félek az embereknek a megnyilvánulásaitól. Sokkal többször veszem észre azt, hogy összezsúgnak a hátam mögött, vagy pozitívan, vagy negatívan. És nem tudjátok elképzelni, hogy milyen érzés az, amikor kimész az utcára, mint transzexuális nő, de a tested férfi, a lelked nő, és te tudod magadról, hogy nő vagy, de valaki az utcán esetleg észreveszi, hogy te férfi vagy, mert ugye a tested férfi, ezért azt mondja, hogy te férfi vagy, és ez nem tudjátok, hogy milyen lelki traumaként hat az emberekre. Nem, nyilván nem mindegyik transzexuálisra, de vannak érzékenyebbek is, és engem is meg szokott viselni már ez, és ezért is haladok afelé, hogy minél hamarabb meg legyen ez a műtét, ez a műtét, ez a hormon, ez a dolog, ez a papír, ez a papír, és valakit ez rosszul érint, valakit nem, és ezt nem illik megkérdezni. A 10. kérdés az pedig az, hogy milyen műtéteket akarsz. Igazából ezt nem mondanám sértőnek, de szintén vannak olyan emberek, akik ezt sértésnek vehetik. Ugyanis... Megmagyarázom. Szóval, ha tőlem megkérdezik, hogy milyen műtéteket akarok, akkor én nekem nem sértő. Azért, mert én tudom magamon, hogy az orrom ferde és nagy, és meg akarom csináltatni, a számat fel akarom töltetni. Rejtett szemem van, jó, ennek nyilván semmi köze a transzexualitáshoz, de rejtett szemem van, és meg akarom műtetni a szemhéjamat is. Ezen kívül akarok mellműtétet, meg ilyesmi, de valakinek ez sértő, mert például van olyan ember is, olyan transzexuális, aki például tökéletesen meg van elégedve a külsejével, és mert mondjuk túl van azon, hogy papírok, meg nagy műtét, meg ilyesmi, és mondjuk van adott egy transzexuális nő, és te megkérdezed tőle, hogy te milyen műtéteket akarsz? És mi van, ha ő már nem is akar semmilyen műtétet, mert már megvan elégedve a külsejével, tökéletes, azt mondja, hogy tökéletes az arca, tökéletes a teste, és megkérdezed tőle, hogy milyen műtéteket akarsz, akkor ezt úgy veheti, hogy esetleg még látszik rajta, hogy férfi, vagy hogy férfi, látszik rajta, hogy férfi volt, javítottam, de látszik rajta, hogy férfi volt, ilyet ne kérdezzetek szerintem senkitől, hogy milyen műtéteket akarsz, mert ez nagyon bántó lehet bizonyos embereknek. Mint azt mondtam, nekem ugye nem, másnak például igen. Szóval ennyi is lett volna igazából ez a videó, remélem, hogy nagyon tetszett, és hogy tudtam még egy kis oldalát megmutatni a transzexualitásnak, és remélem, hogy lesznek olyanok is,
akik esetleg elítélték őket, és most már másképp néznek rájuk, vagy olyanok is, akik mondjuk ezeket megkérdezték, de nyilván nem láttak bele a dolgokba, és ezután ezekre figyelni fognak. És igazából ennyi. Ha szeretnél, akkor kövess be Instán, itt lesz az Instán, vagy lehet, hogy a másik oldalon, nem tudom. Na mindegy! És igazából ennyi is lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted, ha tetszett, akkor nyomj rá egy lájkot, és nyomj egy kommentet. Kommentben általában szoktam válaszolgatni, és beszélgetni veletek. És hát igazából ennyi is lett volna akkor még egyszer ez a videó. Úgy utálom az outrokat, nem tudom befejezni őket. Na mindegy, szóval ennyi volt a videó, találkozunk a következőben, puszá!